Beszéljünk arról, hogy milyen alkatrész szükség lesz egy átlagos felújításnál. Elsősorban mondanák mondjuk egy hajtókart. Ha a hajtókar megvan, akkor a kőtengelynek a két végére a csapágy, hozzávaló sziverink. Ha már szétszedtük a motort, akkor valószínűleg meg kell fúrni a hengert is, ahhoz kell egy új dugó. Ha hengert leszettük, akkor kell hozzá ugyanúgy a tömítéskészlet. Robogó esetében általában a hengerhez való tömítéskészlet, motor esetében pedig az összes többi tömítésre is szükségünk lesz. Aztán teszünk bele egy új gyertyát, egy új légszűrőt, és ha már itt tartunk, hogy az üzemanyag ellátása, akkor megnézzük, hogy a szívócsónk milyen állapotban van. Ha kell, akkor azt is cseréljük, illetve ugyanez a körben megnézzük a magát a csövezését is, és benzincsövet, illetve olajcsövet is cserélünk szükség esetén. Aztán, ha vízhűtéses, akkor a vízpumpát, illetve magát a hűtőfolyadékot is fogjuk cserélni. Ha léghűtéses, akkor ezekre szerencsére nem lesz szükség. Ha motor esetében nézzük, akkor biztos, hogy a váltóban lévő olajat le fogjuk cserélni. Ha robogóról beszélünk, akkor a végáttételolajat fogjuk lecserélni. Illetve robogó esetében átnézzük még a hajtásrendszert is. Valószínűleg egy görgőkből egy újat fogsz kapni, illetve a szíjat is megvizsgáljuk, hogy milyen, illetve még itt a csúszkákat is meg fogjuk nézni, hogy kell lecserélni. Na már most, ha ezek megvannak, és a felújításunk eljutott odáig, hogy maga a motor kész, akkor fék a folyadékot biztos, hogy le fogjuk cserélni a motorodba, illetve megnézzük, hogy a féket is rendben legyen. Nagyjából ez az alkatrész szüksége lesz egy átlagos felújításnak.